fiatal, köztük diákok is, ugye, megkapják mostanában a napokban, vagy már meg is kapták az első SZIA mentes bérüket. Bérüket, igen, a 25 éven aluliaknak lett, vagy került bevezetése ez az újfajta adó könnyítés, és hát természetesen nagyon sok diákot érint, hiszen ők bőven benne férnek, de hát ugye úgy van kitalálva ez a 25 év, hogy azért a... Igen, a diákok, friss diplomások új. A diákmunka eleve kedvezményesen adózott, úgyhogy ez még rátesz egy lapáttal, és azt gondolhatjuk, hogy itt akkor még nagyobb kedvel fordulnak a munkavilágra. De hogy így van-e? Mindjárt megtudjuk. Itt van velünk Kodz Zoltán, a Melódiák Iskola Szövetkezet vezérigazgatója. Jó reggelt kívánunk, szervusz! Jó reggelt! Jó reggelt! Köszönöm a hallgatókat is, sziasztok! Először is akkor a feltételek, hogy mennyiben javulnak, mennyivel tudnak többet keresni a diákok most az új rendszerben, aztán majd arra leszünk kíváncsiak, igen, hogy milyen munkákat végeznek szívesen, mennyire, hogyan változott a Covid alatt a hajlandóság, igen, egyáltalán mennyit lehet keresni jelenleg. A jelenlegi idei változások nagyon nagyban befolyásolták a bérezést, hiszen ugye egyrészt megemelkedett a minimálbér közel 20%-kal, illetve ugye ez a 15%-os SZIA is eltűnt, ami azt jelenti, hogy ha mondjuk valaki eddig minimálbért keresett, és most is idén is minimálbért keres, plusz nem kell SZIA-t fizetnie, ez azt jelenti, hogy akár közel 40%-kal megnő nettó keresete, ami azért már érezhető. Tehát mi abban reménykedünk, hogy sok olyan diák, aki eddig azért nem dolgozott, mert nem voltak számára megfelelőek a keresetek, azok most idén már elég vonzó lehetőségeket találnak. És kérdeztétek ugye a bérezést, azért az jellemző volt már tavaly is, hogy nem a minimálbér környékén voltak az átlag diák keresetek, tehát ugye tavaly 963 forint volt a minimálbér, ami most 1150 forintra ment fel, de azért tavaly is már ilyen 1200-1300 forintos átlagbérek voltak. Itt ugye azoknál a munkáknál, ahol pedig középfokú végzettség is kell, ott pedig a korábbi 1259 forintos garantált bérminimum most 1495 forint, ami egyben nettó is. Úgyhogy jelentősen nőttek a bérek, és mi abban reménykedünk, hogy azért sokkal több diák fog dolgozni, aki eddig esetleg nem tárt a vonzónak a lehetőségeket. Tehát eddig is inkább kínálati volt a piac, tehát sokkal több lehetőség volt, mint ahányra sikerült diákokat találni, vagy azért vannak olyan területek is, ahol mondjuk inkább válogattak a munkáltatók, a diákok, a jelentkezők a diákok közül? Hát évek óta itt is a diák munkában is az olyan jellemző, ami a munkaerőpiacon általában, tehát munkaerőhiány kezd kialakulni a legtöbb területen. Itt ugye a Covid időszakában volt egy kis visszaesés, hiszen először a átmenet dolgozókat, a diákokat, a kölcsönzötteket küldték el, amikor leesett a termelés. Most viszont, hogy visszaáll a termelés, és egyre nagyobb volumenben van szükség munkaerőre, itt is jellemző az, hogy először a diákokkal egészítik ki a termelést, hiszen rugalmas, nem tudják, hogy mi lesz két hónap múlva. És igen, az látszik, hogy erősen munkaerőhiány kezd kialakulni ezen a téren is, úgyhogy mi reméljük, hogy ezzel a magasabb érezéssel sikerül újabb érdeklődőket bevonni. Bár az is igaz, hogy nem csak a bérek jelentik a legnagyobb motivációt, tehát amikor még készítünk felméréseket, az látszik, hogy a bér az nagyon fontos, de mondjuk a diákoknak ez az 1200-1500 forintos nettóbér, ez már megfelelő motivációt jelent, és egyre inkább fontos lesz az, hogy minőségi időt töltessenek a munkahelyükön is, tehát valódi szakmai tapasztalatot szerezzenek, vagy csak annyi, hogy közel legyen a munkahelyük, vagy jó fejek legyenek, támogassák őket, jó legyen a csapat, jók legyenek a munkakörülmények, tehát ezek egyre inkább hangsúlyosabbak lesznek a bér mellett. Tehát a diákoknál, hogy elmennek-e dolgozni, ezek a legfontosabb szempontok. Aha. Oké, tehát nem igazán, tehát viszonylag keveseknél van ezek szerint kényszerhelyzet, hogy mindenképpen el kell menniük, ez sokaknak választási lehetőség, és másokkal inkább múlhat a bértől független tényezőkön, hogy akkor dolgoznak-e diákkorokban? Abszolút, tehát az látszik, hogy egyre kevésbé kényszer az, hogy dolgozzanak a diákok munka mellett, mert nagyon sokan vannak, akik ebből finanszírozzák a tanulmányaikat, vagy az albérletüket, vagy támogatják a családjukat, viszont egyre inkább az most már szempont, hogy a megfelelő bér mellett olyan munkákat kapjanak, ami
később az elhelyezkedésük során is segítséget jelenthet. Tehát, hogy ugye nagyon sok szakmai gyakorlatos is van, aki utána azon a munkahelyen talál akár később főállást, de azt is látni kell, hogy attól függetlenül, hogy valaki nem szakmai munkát végez, azt is értékelik utána azokon az állásinterjúkon, amikor ő pályakezdőként el akar helyezkedni, szóval látják, hogy azért sok olyan soft skill-t, olyan kompetenciát megszerzett, ami ami szükséges a későbbi munkavégzéshez. Tehát, hogy attól, hogy valaki egy gyors étterembe dolgozik, még nem csak azt jelenti, hogy ő szendvicseket fog tudni készíteni, hanem azt, hogy csapatban tudod dolgozni, problémakezelő képesség, ügyfélkezelés, tehát ezek kompetenciái mind nőnek, és ezután a munkaerőpiacon sokkal magasabb posztra helyezi ezeket a diákokat, akik tudtak dolgozni az egyetemi éveik alatt. Azért érdekes, azon gondolkodtam, hogy az albérletárak elszállása, a lakhatási válság miatt arra gondoltam volna, hogy egyre többen keresnek, illetve vágnak bele, de hogy ez még sincs így. Mármint, hogy a diákok oldaláról ezért lepődtem meg egy kicsit. Hát igazából mi készítünk ilyen felméréseket is, mint a Big Mac Index, ugye amit ismertek, hogy körülbelül mennyi órát kell ledolgozni egy-egy termékbeszerzésért, vagy egy albérletért, és azért az látszik, hogy a diákoknak is a jövedelmi pozíció erősödik. Tehát, hogy mondjuk egy albérletért sem kell már annyit dolgozni, mint néhány évvel ezelőtt, annak ellenére is, hogy nőnek az albérletárak, persze változik területenként, meg egyetemi városonként, de hogy ez általánosan elmondható. Tehát akkor a bérek is szépen nőnek magyarul. Így van, abszolút. Mik a legjellemzőbb területek? Nézzük mindkét oldalról. Tehát ahol a legnagyobb igény lenne a diákokra, illetve amit ők szívesen választanak, kedvelt területek, ahol ők szívesen elmennek dolgozni. Hát a diákoknál ugye vannak bizonyos láger munkák, amiket szezonálisan nagyon szeretnek, mondjuk a fesztiválokon dolgozni, hogy utána bulizhassanak, vagy strandok mellett a Balatonon, de amúgy általánosan jellemző, hogy irodai adminisztratív munka, bolti, vendéglátós munkák, gyorséttermi munkák, ezek a legnépszerűbbek. És hát az igény pedig az látszik, hogy a kereskedelemben óriási, például meg a vendéglátásban most, tehát hogy ott van, alakul ki a legnagyobb munkaerőhiány, úgyhogy ez nyáron pont egy picit azért tudja enyhíteni a diák munka, mert nyáron a diákok jobban ráérnek, és akkor többet tudnak dolgozni az idegenforgalomban, de azért azt is fontos elmondani, hogy a diák munka ez nem egy nyári szezonális műfaj, tehát az egyetemistek nagy része egész évben dolgozik folyamatosan, és akár 2-3 napokat is tudnak dolgozni. Így például, hogy sok helyen online oktatás van, még inkább azt a szabadidejüket ki tudják használni, hogyha nem kell bemenni az iskolába, akkor lehet, hogy délelőtt vagy délután munkát vállalnak. Igen, de azért nyilván a rugalmasság azért fontos nekik, a jó beosztás, vagy az, hogy úgy választhassák a munkanapokat, ahogy szeretnek. Gondolom, itt a szorgalmi időszak, vizsgai időszak kapcsán azért a tanulásra is kell időt hagyni. Abszolút, de amúgy az is egy érdekes, hogy általában azok a diákok, akik dolgoznak iskola mellett, azok tanulmányi eredményeik is jobbak, mint akiknek nincs mellett. Lehet eleve jobb az időbeosztásuk, mert feszesebb az életritmus. Külföldre is mehetnek? Külföldre is van lehetőség kijutni? Folytatok keresztül? Alapvetően a melódiák külföldre nem tervez munka lehetőséget, viszont van egy olyan programunk, amit 3 éve vezettünk be, ez a Camp Amerikával közösen. Itt ugye az Egyesült Államokban van lehetőség nyári időszakra 9-10 hétre kimenni J1-es vízummal táborokban kisegítőnek vagy animátornak, úgyhogy ez egy olyan újdonság, amivel most indulunk, és ez is nagyon népszerű. Ez arról szól, hogy akik már valamennyire tudnak angolul, azok még jobban erősítsék a nyelvtudásukat, megismerjenek egy másik kultúrát, úgyhogy ez is nagyon népszerű. Idén már közel 300 embert tervezünk itt Amerikában szervezni. De most lehet, hogy Amerika zárva volt tavaly, vagy a Covid ebbe azért beleszólt, nem? Vagy most megint lehet? Vagy most lehet? Vagy... Igen, ez a lehetőség, ez az elmúlt 2 évben nem volt meg, se a magyar, se egyéb külföldi diákok számára, úgyhogy most jóval nagyobb az érdeklődés, mert akik eddig kimaradtak, ezek most idéntől már újra mehetnek ki, tehát már meg is vannak az első vízum, sikeres vízumigényléseink, úgyhogy reméljük, hogy erre is egyre több jelentkezőt tudunk majd keríteni, akik színesítenék egy kicsit a munkaportfóliójukat, meg is lennének egy másik kultúrát. Ez jó hangzik. Én most lennék diák, szerintem
mennék. De akkor nekem az egyetlen lehetőség az eperszedés volt Angliában, de még az is nagyon bonyolult volt, úgyhogy hát most azért teljesen más időket élünk. Oké. Okay. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy átbeszéltük mindezt. Szép napot, jó munkát! Én köszönöm a lehetőséget. Köszi, szervusz! Kott Zoltánnal, a Meló Diák Iskola Szövetkezet vezérigazgatójával beszélgettünk annak kapcsán, hogy most már érkezhetnek az első fizuk a diákokhoz, amelyek SZIA-mentesek.